A légnyomás csökken, a levegő ritka, amikor elmozdulunk a tenger felszínétől. Hogyan élnek túl a tibetiek a 4000 méter magas hegyek között? Az Andoker magassága Perútól Bolíviáig több száz generáció óta él több száz generáció óta. Nem fulladás, nem oxigénpalackkal mi a titka. Vastagabb, ha a levegő ritka. A vér megvastagodik, hogy növelje a sejtenkénti oxigén mennyiségét. Ez a hematopoietikus reakció minden hegymászónál működik. És 200 évig feltételezték, hogy az alacsony oxigén szintől reagál. De Cynthia Beall, az Ohio-i Case Western Reserve Egyetem antropológusa szerint ez a hipotézis nem igaz a tibetiekre. Meglepően alacsony hemoglobin szintjük van, ami befolyásolja a vér oxigéntranszport tulajdonságait. Magas hemoglobin szinten a vér viszkózusabb és sűrűbb lesz, de sok káros hatással lehet. Ha a test sűrű, koncentrált vért pumpál, akkor a szív legyőzhet. A krónikus hegyi betegség, a MONSCOR, amelyet először Carlos Mongrano Perú írt le 1925-ben. Ennek a túlterhelésnek a lehetséges következményei lehetnek a teljes keringési rendszerre. Mons Medrano megfigyelte, hogy a fulladás, végtagok és ajkak betegség hirtelen előfordulhat olyan embereknél, akik évek óta örülnek a magasságban. Fejlődhetnek tüdő vagy agyi ödéma, vagy a megvastagodott vér vérrögöket okozhat más létfontosságú szervekben. Perúban a népesség 18%-a fordul elő életében, de a tibeti fennsíkon ez a szám ritkán haladja meg az 1%-ot. Mivel a tibeti higított vér hozzájárul a betegség kockázatának csökkentéséhez. Ezen túlmenően, 2005-ben kiderült, hogy a tibetiek több nitrogénoxidot lélegeznek, mint az andok és a tenger szintjén élők. Ez a gáz javítja a tüdő és a testvénák tágulását. Serkenti a véráramot és az oxigén transportját. De miért működik másképp a tibeti szervezet? Az ősi szerelem 2010-ben Tatum Simonson, a kaliforniai San Diego-i Kaliforniai Egyetem genetikusa képes volt azonosítani a gének 30 tibeti genomját, amelyek a nagy tengerszint feletti élettartamhoz kapcsolódnak. 2010-ben, két héten belül három kutatócsoport publikált egy olyan génekről szóló tanulmányt, amelyek felelősek lehetnek a magasság levegő túléléséért. Két gén, az EPAS1 és az EGLN1 nincs a többiből, amelyek módosítják a vér hemoglobin szintjét. 2010 előtt a Neandervölgyben működő genomatikus projekt kimutatta, hogy a Neandervölgyet csak a mai európaiak őseivel párosították. Ám néhány ázsiai származású ember a genom 1-6%-át örökölte, és így az EPAS1 gén a gyenisova embertől. 30-50 ezer évvel ezelőtt a gyenisova és a tibeti és a han kínai nép néhány népének ősei szexuális kapcsolatban vettek részt, és összekeverték géneiket. Ezekből a frankokból olyan gyermekek születtek, akik örökölték a géneket. A tibeti fennsík lakosait valószínűleg ez az ősi szerelem segítette, mivel a lakosok 78%-a rendelkezik az EPAS1 verziójával.